Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A Szent István Király Múzeum és a Város közös kiadásában megjelent helytörténeti munkát mutattak be csütörtök délután az Múzeum Országzászló téri épületében. Egy fantasztikus kötet, a Mi vízivárosunk címmel, tehát víziváros történetét dolgozza fel. Vendégem pedig a szerző, Rostási Szabó Imréné, Hegedűs Mária, csókolom a kezét. Örülök, hogy itt van velünk. Nézőket is köszönöm szépen. Ez egy hiánypótló munka. Ezzel foglalkozunk, ma erről fogunk beszélgetni. A legfontosabb talán, én azt gondolom, hogy azért is hiánypótló, mert hogy hajlamosak vagyunk a mának élni, illetve a jövőnek. Folyamatosan erről hallunk híreket, gondolatokat. Én azt gondolom, hogy a múltban révedezés, ez mint ilyen, nem létezik. Nagyon fontos, hogy megismerjük, hogy eleink milyen körülmények között nőttek fel, tették szebbé, jobbá Székesfehérvárt, és víziváros története, azt hiszem, eklatáns példája ennek ebben a kötetben, hogy mi minden változott azóta. Honnét jött az indítatás? Kezdjük. Nem is önmagában, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan előadásban foglalkozott már Székesfehérvár történetével. Mi volt az alap? Hát az alap az volt, amikor 2013-ban én megkaptam a Székesfehérvár egy városrész történetét, vízivárost, amit Kovács Eleonóra, a kiváló történész írt, és nagyon alaposan elrészletezte a víziváros kialakulását, hiszen az egy vízzel telített, mocsaras csatornákkal teli városrész volt, hogy alakították ki ott az utcákat, hogy töltötték fel a területet, és hát eljutott addig, hogy elkezdett víziváros benépesülni. Aztán a betelepedés után ugye nem olyan hosszú idővel jött a második világháború, amikor elég nagy károkat szenvedett a víziváros, és utána folytatta azzal, hogy ugye a mai képe a vízivárosnak a nagyvárosi jelleg, a panelházak, szép épületek. És akkor én úgy elgondolkodtam rajta, hogy hát én a vízivárosba születtem, ott nőttem fel, ott váltam felnőtté, és nagyon sok kortársammal együtt, és az valahogy hiányzik. Pedig az az időszak azért az egy jellemző időszak volt, hiszen tudjuk, hogy a háború után ilyen 180 fokos fordulatok következtek be nagyon sok területen. Persze, hát ezt mi gyerekek akkor nem érzékeltük, de felnőtt fejjel az ember már egészen másképpen reagál dolgokra. És akkor 2013-ban a Szent István év kapcsán először a régi székesfehérvári kereskedőkről készítettem egy könyvtári megemlékezést, ugyanabban az évben ősszel az iparosokról. A következő év volt az építészet éve. Építészet éve kapcsán az Ibli Miklós volt az első, akinek az életművét megpróbáltam nagy vonalakba felvázolni, szintén a könyvtárban. És hát egy fantasztikus építész volt, úgyhogy nagyon nehéz volt utána a következőre felkészülni, az őszi megemlékezésre, ami tulajdonképpen az egyetlen, akkor még egyetlen Ibli-díjas építész Schmidt Ferenc életéről, munkásságáról, és Székesfehérvár 20. század első felében történt építkezésekről szólt. Most ezek után én annyira belemerültem ebbe a korba, és annyira lebilincseltek ezek a páratlan értékek, amikkel találkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy talán érdemes lenne foglalkozni a vízivárosnak ezzel a
háború utáni időszakával, ami a lebontásig tartott, hiszen ott nőttünk föl, ott éltünk, ott jártunk iskolába. És hát nagyon sok gyerek volt abban az időben, úgyhogy a szénatéri iskolának egy nagyon nagy körzete volt, tehát nem csak vízivárosi gyerekek, hanem egészen a mai Kadocsa utcáig. Igen, hát nem feledhetjük, hogy a szénatéri általános iskolát, ami aztán május 1 téri általános iskolát, most ismét szénatéri is, a Szent István emlékévben adták át, méghozzá Horthy Miklós felesége adta át. No, de amikor elhatárolásra jutott, mi volt az első dolga? Hiszen egy ilyen komoly kötetnek meg kell tervezni a módszertanát. Hogy hogy lesz benne, és mi lesz benne? Hiszen az gyönyörűséges, amit elmesélt, hogy indítatás ott született, ott nőtt fel, ott járt iskolába. Ez az alapvetés. Ez önmagában a csoda. De ettől még, ebből még nem lesz könyv, illetve hát olyan könyv meg bizonyosan nem. Hogy fogod hozzá? Hát, megmondom őszintén, hogy amikor én elkezdtem, én nem gondoltam arra, hogy könyv lesz. Én azt gondoltam, hogy leírom, ami az emlékeimben van, aztán ahogy írtam, írogattam, akkor úgy gondoltam, hogy hát utána kéne járni dolgoknak, mert amit én leírok, csak úgy gondolom, hogy megfelelő és hiteles, hogyha kontroll is van. Én nem vagyok sem történész, sem író, én statisztikus vagyok. Jól lehet, a statisztikai hivatalba eltöltött 36 évem azért sok mindennel megfertőzött, idézőjelbe, egy kis könyv készítéssel, kiadványok készítés és minden más. És úgy gondoltam, hogy a klasszikus vízivárosi részről fogok írni, tehát elméletben lehatároltam magamnak azt, hogy a Várkörúttól a Sorompóig. Na most ezt a fehérváriak nyilván tudják, hogy a Sorompó az a Budai út és a Királysor találkozása, tehát az a háromszög, ami ma valójában egy nagyvárosi jellegű panelépület együttes. És időben pedig a háború utáni évektől a panelépítkezésig, tehát a 70-es évek végéig. Na most ez egy tisztán percre sem időben, sem térben nem lehet lehatárolni, mert óhatatlanul az ember belefut abba, hogy kicsit visszanyúlik időbe, ugye, mert a kezdetek is fontosak, aztán egy kicsit kitér a klasszikus területről, akiket például nem lehetett kihagyni, mert valami kapcsán nagyon kötődtek a vízivároshoz, itt az iskola az első, amit meg kell említenem, aztán a templom, amit meg kell említeni. Tehát azért igyekeztem ezt az elképzelt részt úgy tartani. És akkor hát ismertem a Sobortanár urat, ismertem a Radetzky Enő bácsit, és hát sok-sok olyan embert, aki Fehérváron nagyon ismert volt. Őnek utána jártam a munkásságuknak. Hát az életüket többé-kevésbé ismertem, de például a Sobortanár úrnak a feleségét is meglátogattam. És hát még közel 100 olyan volt Fehérvár. Tehát ezt szeretném kérdezni, hogy ugye hát készen állt a tematika, az épületek, az iparosok, a kereskedők egykoron hogy építették fel a saját, azt mondom, hogy saját terüket ezen a környéken. Ugyanakkor nagyon fontos szerepet szánt az embereknek, az ott élő embereknek. Hogy fogott hozzá annak, hiszen házról házra kellett járnia. Beszéltünk itt néhány neves székesfehérváriról, akiket nem feledhetünk. A Horváth család, a Sobor család, említette a Radetzky családot, akik ma is itt vannak köztünk értelemszerűen, a Dévényieket. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. De hogy fogadták?
Tehát tematikán belül egyes helyekre bekopogtatni, hogy mi történt és hogyan, ez egy nagyon-nagyon kemény munka. Hát nem tartottam keménynek. Az az igazság, hogy alig akadt egy-két olyan hely, ahol passzívak voltak, amikor elmondtam, hogy ki vagyok és mit szeretnék. De hát a legtöbb olyan, akit először is felkerestem, őket mind ismertem. Együtt jártunk iskolába, volt olyan, akivel 50 évig nem találkoztam, de megszólalt, és a hangjáról rögtön tudtam, hogy ki ő. És akkor akivel beszélgettem éppen, az mondta, hogy de az én ismerősöm, az én unokatestvérem, az én akárkim, itt és itt lakik, menj el hozzá. És hát az, akit nem tudtam, hogy hol lakik, ugye mert szétszóródott az akkor ott lakó emberek sokasága a város minden részében. Letelefonáltam, elmentem, megbeszéltem velük. Volt, aki kicsit szükebben, volt, aki egészen bőven, sőt visszamenőleg is több generációra, mert sok több generációs fehérvári volt. Úgyhogy nekem nagyon nagy élményt adott ennek a könyvnek a megírása, mert olyan családok életéről szereztem információkat, és annyira kellemesen érintett, hogy én nagyon örülök neki, hogy megszületett, túlmenően azon, hogy valóban ez a kis időszak, ez talán hiányzott. Fantasztikus a képanyag is. Miként sikerült hozzájutni? Ugye az emberek azért, hála Istennek, ebben a felgyorsult világban is őrzik az egykori képeket. Azt hiszem, hogy ez nagy segítségére lehetett. Hát sajnos kevésnek találtam azt a képet, ami eredeti. Abban az időben, az 50-es, 60-as években ugye a technika nem volt olyan, mint ma, hogy minden háztartásba fényképezőgép, meg minden. Nekem csak azért volt szerencsém, hogy például nálunk a családi házról is volt több kép is, mert az én édesapámnak a nővére fényképész volt, és hát már a 20. század elején volt fényképezőgép a családban, és hát mindent fényképeztek. Na most kevés ilyen család volt sajnos, ahol megörökítették, és azok a képek nem is voltak valami jó minőségűek, hiszen látszik is a könyvben, hogy elég amatőrök. Meg még az is látszik azokon a régi képeken, hogy hát a házaknak a nagy része viselte a háborús nyomokat. Tehát az 50-es években még nagyon szegény volt itt a fehérvári lakosság. Nem volt arra nagyon mód, hogy a háborús sebeket eltüntessék. Aztán sikerült például az interneten találni olyan régi fehérváriakat, akiknek volt még képe a Fehérvárról, például a legjobban, aminek megörültem már egészen a könyvírás vége fele, a Gáz utcáról találtam egy képet az interneten, és akkor írtam az illetőnek, hogy mit szeretnék, és kérem szépen ezt a képet, ha lehet, és nagy örömmel. Tehát nagyon kevés olyan ember volt, aki nem pozitívan állt a kéréshez. Ugye nagyon fontos kérdés, hogy aki tőzsgyökeres Székesfehérvár és azon a környéken élt előtte is, az miként élte meg? Milyen tapasztalatokat szerzett erről, hogy miként élték meg a világháborút, hogy maradtak meg Székesfehérvárinak, vízivárosinak? Voltak olyan különleges pillanatok, ami aztán mindenképpen megragadt önben, hogy ez egy újabb adalék Székesfehérvár történetéhez is? Hát igen, volt olyan, volt egy tanárnőnk a Szénatéri iskolában, aki a Gödmalom utcában lakott, és hát ugye az 50-es, 60-as években mindenki nagyon egyszerűen öltözött. Egyrészt nem is volt rá anyagi lehetőség, másrészt meg nem is lehetett kapni. És ez a tanárnő is nagyon nehezen nevelte a két gyerekét, és vele lakott a két szülője is.
én ezt tudtam, mindig tudtam, hogy ők hol laknak, hányan vannak, de azt, hogy a háború milyen következményekkel sújtotta a családot, azt nem tudtam. Úgyhogy a tanárnő volt az egyetlen a családban, aki jövedelemmel rendelkezett, és hát azoknak a gyerekeknek foggal-körömmel kellett harcolni a maguk módján, hogy addig eljussanak, ameddig eljutottak. Úgyhogy beszéltem a könyvbemutató után az egyik szereplővel, hogy így mondjam, aki a könyvben volt, és azt mondja, hogy hát mikor elolvasta ennek a tanárnőnek az életéről szóló részt, azt mondja, elszégyelte magát. Mert gyerekkorában, iskoláskorában egész másképp ítélték meg, mert ugye nem tudták a körülményeket. Úgyhogy... Ugye a könyvbemutatóról esett szó. Igen, én örömmel tapasztaltam egyébként a könyvhöz Horváth Miklósnél, a településrész mostani önkormányzati képviselője, aki egyébként szintén vízivárosi gyökerekkel rendelkezik, írt elő szót. És Demeter Zsófiát emelném ki, aki ugye történészként segített ebben, és ugye tudjuk, hogy Demeter Zsófia nagyon mélyrehatóan foglalkozik köteteiben az Örvendez királyi város sorozatban is. Igen. A Székesfehérvár történetével, és ő is azt mondta, hogy egészen különleges adalékokkal szolgált neki is. Tehát ez egy példa arra, hogy igenis a lokálpatriótákra szükség van mindenképpen. De egy kicsit még térjünk vissza a könyvre. Én azt figyeltem meg, hogy nagyon sok kereskedő és iparos család is élt. Ugye ma már el sem tudjuk képzelni, ott a lakótelepeken ott sétálunk, igen, hogy ott viszonylag szép házak voltak, és népes családok. Igen, igen, ez így van. Hát tulajdonképpen itt, hogy lokálpatrióta az ember, és több generációs fehérvári, azért itt szeretnék kitérni arra, hogy ez a sok tőzsgyökeres fehérvári, azért nem mindenki éli úgy meg ezt a fehérváriságát, mint ahogy én úgy szeretném. Bár nekem semmi beleszólásom természetesen semmibe, de úgy rosszul esik, ha valaki nem érzi fontosnak ennek a városnak a szépségét, a tisztaságát, a fejlődését. Bár ő is nem tudom hányadik generációs fehérvári, és itt szeretnék nagy tisztelettel megemlékezni mindazokról, a nem tőzsgyökeres fehérváriakról, akik nagyon sokat tettek munkás életük során ennek a városnak a szebbé, jobbá tétele, fejlődése érdekében. Most nem akarok neveket mondani, sok olyan emberrel találkoztam ennek a könyvnek a kapcsán is, meg az én munkás életem során is, akire igenis az embernek tisztelettel kell emlékezni. Jól lehet, nem lettek még Fehérvár díszpolgárai, de még ami késik, az nem múlik. Egyetértek önnel. Szóval ez egy igazi különlegesség, és én azt gondolom, hogy helytörténeti szempontból is nagyon fontos alkotás, és szinte bizonyos vagyok benne, hogy már készül valamire. Ha nem titok, akkor árulja el nekünk, miként folytatódik ez a történet. Demeter Zsófia egy csoda. Egy olyan történész asszony, akiben annyi energia van, hogy kevés ilyen hölgyel találkoztam az életem során. Ő is azt kérdezte, hogy és mi lesz a következő. Mondtam neki, hogy most egy hétre elmegyek pihenni, és mindent elfelejtek, ami a közelmúltban történt, és hát majd utána lehet, hogy gondolkodom valami következőn, természetesen csak olyanon, ami messze menően kötődik Székesfehérvárhoz. Szurkolunk önnek, ehhez kívánok jó egészséget. Köszönöm szépen. Mert az a tisztaság, ami ebből a könyvből árad, én azt hiszem minden székesfehérvári javát szolgálja.
Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, önöknek pedig szeretném felhívni a figyelmét, hogy a Szent István Király Múzeumban a kötet megvásárolható. Tisztelt vízivárosiak, tisztelt székesfehérváriak, tegyék meg, vegyék meg, és olvassák el, fontos adalékkal szolgál a múltról, a jelennek és a jövőnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!